Tisztelettel köszöntöm Önöket. Mai vendégem 41 éves, de már 20 éve van a politikában. Egyetemista korában lépett be az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségbe, aminek utóbb elnöke is lett. 2015 óta ül a parlamentben, de előtte már 2004 óta folyamatosan és párhuzamosan a KDNP és a Fidesz tagjaként letette a névjegyét mindkét pártban. 2015-től a KDNP képviselője, 2020-tól a Fidesz kommunikációs igazgatója, országgyűlési képviselő Holik István, örülök, hogy itt van. Jó napot kívánok. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Ön kereszténydemokrata politikus ebben a minőségében, és úgy egyébként is, mennyire készül ön és pártja a pápa látogatásra, ami itt van a küszöbön? Nagyon és örömmel. Tehát én arra készülök, hogy viszem a gyerekeimet, feleségemet, és kimegyünk a Kossuth téren. Van arra lehetőség kormánypárti politikusként, hogy találkozzon is a pápával személyesen? Nem tudom, de nekem megmondom őszintén, hogy ez másodlagos. Már sokan rockstárként tekintenek a pápára, a pápákra. Én egyházi méltóságként nekem az nem, nincs jelentőség annak, hogy én kezet tudok-e vele fogni, tudok-e vele találkozni. Nekem az is nagy élmény, hogyha ott tudok. Hát egy pápai áldás, és sokan sorba állnak pedig. Ez bizonyos, de hála Istennek pápai áldást a pápai szentmisén is kaphat több százezer magyar ember. Én is közöttük leszek, az biztos. Az, hogy egy ilyen esemény szerveződik, az a hazai politika számára is teher vagy feladat? Inkább ez a kifejezés a jó, hogy feladat. Én inkább lehetőségnek látom. Aminek a mélységét és a jelentőségét, hát ha visszaemlékezünk arra, amikor II. János pápa, aki talán azért mégiscsak a mi magyar szívünket nagyon megdobogtatta, hiszen egy közép-európai, első közép-európai pápáról volt, aki nagyon értett bennünket, és valahogy nagyon azt éreztük, hogy ő nagyon a mi pápánk. Szóval az ő látogatását is bár örömmel megélték, mondjuk leginkább az én szüleim, én akkor még nagyon kicsi voltam, de szerintem a hatását azt utólag tudtuk felmérni. Én így vagyok ezzel a látogatással is, örömmel leszünk ott, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos eseményről van szó. Lehet ennek aktuál politikai betülete is, ugye Orbán Viktor úgy hivatkozott a Vatikánra, mint a békét hirdető másik országra, kifejezetten az államiságát kiemelve ebben. És hát Ferenc pápa húsvéti üzenetében viszont nem egészen úgy fogalmazott, mint ahogy a magyar kormány szokott. Ő ugye az igazság keresésére szólította fel az oroszokat, akik agresszorként lépnek fel Ukrajnában. Ez egy másik aspektusa a békekeresésnek. Én azt gondolom, hogy nem, mert és nincs is ellentmondása között, amit mi mondunk, meg amit a Szent Atya mond. Az igazságot azt gondoljuk, hogy a leghatékonyabban egy tárgyalóasztalnál lehet keresni. És ebben a tekintetben egyetértés van közöttünk, hogy először azt kéne elérni, mi is azt mondjuk, hogy legyen tűzszünet, mert nyilván akkor béke van, és induljon el egy tárgyalásos folyamat, ami meddig tart, azt nem tudjuk, aminek az igazságról kell szólni, ebben egyetértünk a Szent Atyával, de tűzszünettel kell. Az igazság keresési, ez nem az az első lépés, hogy az oroszok hagyják el Ukrajnát? Én azt gondolom, az az első lépés, tehát fegyverekkel nem lehet az igazságot keresni. Pontosabban sokan próbálták már, de a 20. század háborúinak az egyik nagy tapasztalata, hogy az igazságot fegyverekkel nem lehet megtalálni. Na nézzük ezt az elmúlt 13 évet, mert szerintem érdemes. 13 éve van kétharmada a Fidesz-KDNP kormányoknak. Ez gyakorlatilag 13 éves korlátlan hatalmat jelent, még hogyha bizonyos jogi korlátok szembe jönnek is. De hát az ellenzék olyan nagyon nem tudta korlátozni az elképzeléseik végrehajtását. Mennyire elégedett ön személyesen ezzel a 13 évvel? Erre is válaszok, de szerintem azért van korlátja. Leginkább jogi. Gyakorlati alig. Alkotmányos és demokratikus. Ugyanis 4 évente meg kell méretni, és az emberek elmondhatják a véleményüket. De ez egy elég erős korlát. 4 évente kapunk bizalmat a magyar emberektől, és 4 évente véleményt mondanak rólunk. Szerintem ez egy elég erős korlát. Ennélkül nem is beszélhetnénk demokráciáról. Én alapvetően, persze az ember soha nem elégedett teljes mértékben, én sem. Szeretnék mindig többet, jobbat tenni.
de alapvetően szerintem az elmúlt 12 év, nem túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy az elmúlt 100, talán én azt mondanám, hogy 130-150 év legjobb 12 éve volt. Van egy történelmi perspektíva, és én nagyon sokszor ebből a szemszögből nézem a ma történéseit, hogy mikor volt az a magyar társadalomnál, hogy a magyar nemzeti közösségnél úgy élt, ahogy akart. Ez közhelyszerű, de ha belegondolunk, az elmúlt 100-150 évben mindig meggátolt, általában külső körülmények meggátoltak bennünket abban, hogy úgy éljünk, ahogy akarunk. Szabadságban, jólétben, békében. Volt, hogy világháború akadályozott meg bennünket ebben. Volt, hogy a kommunizmus az tulajdonképpen a békét sem garantálta, a szabadságot sem, meg a jólétet sem. És hát a rendszerváltás is sem sikerült úgy, ahogy nagyon sokan reménykedtek benne. És azt gondolom, hogy most 2010 után viszont végre elindultunk egy irányba, és én azt érzem, hogy óriási lépést tettünk annak érdekében, hogy úgy éljünk végre, ahogy akarunk, másként mondva, hogy megmutassuk végre a világnak, hogy mi mit tudunk, mert nagyon sokat szeretünk beszélni, mi magyarok, hogy milyen tehetséges népség vagyunk. És ezt komolyan is gondolom. Ez Orbán Viktor is rendre felidézi, persze. Ha szabad ilyen személyes történet, kint voltam Argentínában, és éppen ott a nagykövet mesélte, hogy az Európai Uniós tagállamok egy kis kiadványt állítottak össze arról, hogy milyen híres európai országbeli emberek mit tettek hozzá az argentin kultúrához. És hát a mi magyarok pedig, hát egy nagyon pici diaszpóra élt Argentínában, nagyon nehéz helyzetben voltunk, mert választanunk kellett egy CEC hadnagy, aki az egész argentin katonai akadémiát alapította, hogy őt rakjuk ebbe a kiadványba. Bíró Lajost, aki a golyóstól kitalálója, igen. Vagy Szalai Lajost, grafikust, akiről Pablo Picasso mondta azt, hogyha két nagy művészt kell mondani a 20. században, akkor önmagát mondja is Szalai Lajost, de hogyha csak egyet, akkor a Szalai. De ez egyúttal a mi történelmünk viszontagságaira is szól. Tehát az, hogy ők Argentinába kerültek, az egyebek abszolút között arról is szól, hogy menniük kellett. Ezért, azért vagy amazért? Erről beszélek, hogy nem tudtuk megmutatni a világnak, hogy mi milyen tehetségesek vagyunk. De most is mennek. Rengetegen mennek. Most ugye friss adat, hogy 550 ezer magyarról tudjuk biztosan, hogy az Európai Unióban dolgozik. Az jóval több magyar jelent, aki a határon túl van, mert ugye egy részük családostól dolgozik kint. Igen, vagy igen. Van kint. Tehát ez közel 1 millió ember lehet, aki nincs itt. Igen, és ugye jönnek is, mennek is, és ugye ez az egyenleg valóban évekkel ezelőtt nagyon negatív, tehát sokkal többen mentek ki, hát most mint amennyien jönnek. Most évekig egyébként megfordult, most éppen így áll a helyzetet, mégiscsak azért léptünk be az Európai Unióba, hogy szabadon tudjunk... Na, akkor most a szaván fogom. Ugye azt mondja, hogy ennyire jó nem volt soha az elmúlt 150 évet tekintve. Ennyire sikeres 10-12 Én mondanám, hogy a kiegyezés... A kiegyezés, azért időszaka, mondtam, hogy századforduló hogy 100 vagy 130 évet nézzük, de akkor mondjuk úgy, hogy az első világháborútól számított, ami kicsit több, mint 100 év. De ezt a mi nyugalmunkat, jólétünket, ahogy fogalmaz, ezt alapvetően az a szövetségi rendszer biztosítja, amiben vagyunk, mert a NATO biztosítja a katonai nyugalmunkat, az Európai Unió biztosít egyfajta pénzügyi nyugalmat, még akkor is, hogyha éppen ebben most jelentős viták vannak a brüsszeli döntéshozók és a magyar kormány között. De hát alapvetően ez egy olyan szövetségi rendszer, amiben benn kéne maradni, és állandóan feszegetjük a határokat, hogy kinn is vagyunk, benn is vagyunk. Én azért nem becsülném le az elmúlt 10-12 év munkáját, nem csak a kormányzati munkát, hanem az emberekkel együtt elvégzett munkát, mert az Európai Unió helyettünk nem fogja megszüntetni, vagy nem szüntette volna meg a munkanélküliséget. A NATO és az Európai Unió mert sem modernizálta mondtuk, volna... Mert most mondtuk, hogy felszívtak 500 000 magyar munkavállalót. Igen, de ez inkább nehezítő körülmény volt sem. Ez most nehezítő körülmény nekünk, mert nincs munkavállaló Magyarországon. Így van, tehát azért mondom, hogy tehát
Szerintem ez a magyar emberek munkájának az elismerése, hogy egy olyan kormányzati politika volt, ami alapvetően együttműködést keres a magyar emberekkel, az ő valós élethelyzetükből fakadó problémákat akarja megoldani, és alapvetően koncentrál arra, hogy mi a magyar emberek érdeke, mi a magyar nemzeti érdek, és ebből vezetjük le a politikánkat, a foglalkoztatás politikától elkezdve egészen a családpolitikáig. A családpolitika, azt mondják, hogy elfelejtették az alsó decilishez, mondjuk az alsó 10%-hoz tartozó családokat. És némi alappal mondják, megnéztem, 12.200 forint most is a családi pótlék, ez 2008 óta ugyanannyi, ezt gyakran hallják, én tudom, vádként, de nagyon sok mindenkinek ez rengeteget számítana. Ez valóban, miért nem nyúlnak? Valóban, mert mi azt mondjuk, hogy a munkán keresztül szeretnénk támogatni a családokat, és hála Istennek ma Magyarországon egy olyan gazdaságot építettünk, amely a munkára alapszik, egy munka alapú gazdaságot. De látja, mégis van egy alsó 10%, amelyik hiába munka alapú a társadalom, nagyon rossz körülmények között él, most is. Ha az állítása, hogy van még hova fejlődnünk, ebben egyetértek. De hogyha a 2010-ben megnézi, hogy az alsó decilis hogyan élt, és milyen vagyoni körülmények között élt, és most hogy él, akkor ég és föld a különbség. Hát elég, ha csak mondjuk a minimálbérről beszélünk. Hát a minimálbért 2002 és 10 között 23.500 forinttal sikerült emelni, tehát 73.500 forint volt, ma meg ugye 200.000 forint fölött van. De ettől függetlenül abban igaza van, és ezen gondolkodunk is, hogy a gazdaság teljesítő képességéhez mérten hogyan lehet a családokat tovább támogatni. Ugye azt szoktuk mondani, és én ezt gyakorlatként, vagy a gyakorlatban is látom családapaként, sok ismerősöm van, akinek 2, 3, 4, akár 5 gyereke is van, hogy sokan ezt úgy érik meg, hogy igen, annyit már léptünk előre, hogy nem érzem magam hátrányban azért, mert gyereket vállok, de előny nem is látok belőle. És szerintem ezért vagyunk itt félúton, hogy lényegesen jobban kell támogatni a családokat abban, hogy amennyi gyermeket vágynak, amennyi gyermeket szeretnének, azt vállalni is. Ugye erre szokott elhangzani általában és alappal, hogy a középosztály az, amelyik a családtámogatási rendszert ki tudja használni, az adótámogatástól kezdve a különböző, a mindenfajta banki kedvezményeken keresztül igénybe vehető családtámogatási pontokon túl és által. És itt van ez a 12.200, ami azoknak van, akiknek semmiféle hozzáférésük semmihez. Hát ez ma egy iskolai étkezéshez kevés, ez a 12.200. Igen, csak nincs ma még az alsó decilisben sem, aki egyébként, hogyha akar, akkor ne tudna elhelyezkedni, és ne tudna munkából élni. És hogyha munkából él, és van gyermeke, akkor van családi adókedvezménye, amit egyébként most már ugye a járulékokból is igénybe vett, tehát hogyha egyszerűen nem fizet annyi adót, mint amennyi adókedvezményre ő jogosult lenne, akkor azt a járulékokból is igénybe veti. És ettől függetlenül nyilvánvalóan nézni kell azt is, hogy ugye az adókedvezmény mértéke az évekkel ezelőtt lett megállapítva, azóta a piaci bérek is, meg úgy az átlagbér is hihetetlen nagyot emelkedett, tehát az adókedvezmény mértéke a bérekhez viszonyítva az értéke csökken. Hát egyre kevesebbet ér, persze. Egyre persze. Kevesebbet ér. Tehát nyilván ezt is át kell gondolni, de mindig azt mondtuk, hogy a gazdasági realitásokból kell kiindulni, nem nyújtózkodhatunk de jól tovább, értettem mint amennyi az előtt, akarunk. Hogy azt mondta, hogy ezt a bizonyos családi pótlékot is megemelnék? A családi adókedvezmények. Ezt mondta most, de egyen előtte azt mondta, nem, a családi adókedvezmények. Továbbra is azt mondom, hogy a munkán keresztül szeretnénk támogatni a családokat. Hála Istennek mindenki dolgozik ma Magyarországon, aki akar. Van itt egy egészen friss OECD adat, az szerint az ugye bővebb merítés, mint az uniós adat. Az átlagos jövedelem arányában Magyarországon a legnagyobbak a családok rezsiköltségei. Ami őszintén szóval engem is meglepett, mert hogy azt halljuk állandóan, hogy rezsicsökkentés, hogy a családi kedvezmények által ennyit és ennyit takarítanak meg a családok ezen és azon a ponton keresztül. Ehhez képest a jövedelem arányában Magyarországon a legmagasabb a rezsi. Ami sokkoló, mert a jövedelmek meg nem a legmagasabbak. Statisztikák. Na de a valóság is ez. Hát én nem ezt látom. Hát ezek az Eurostat adatok, amik a KSH adatokon alapulnak. Én nem ezt látom, tehát
a magyar rezsi csökkentés rendszeréhez hasonló és mértékű támogatást egyetlen egy európai országban sem nyújt, egyetlen egy kormány sem a lakosságnak. Tehát nagyon nagy részt, mondhatjuk azt, nagyon nagy részt a piaci árakat kell fizetni, ami hogyha nagyon magas, mint ahogy történelmi magasságukban volt ezen a télen, akkor azt kell kifizetni. 40 négyzetméteres lakásért nem gázfűtéssel egy olasz, egyedülálló, pályakezdő lány, éppen láttam nemrég az interneten, hogy mondja, hogy 500 eurót fizet. Tehát 200 ezer forintot fizet a gázért, úgyhogy csak gázzal főz, nem avval fűt. Azért azt gondolom, hogy ha ehhez hasonlítjuk, akkor erre tudja most a nézőink egy része azt mondja, jó de mennyit van. Keres? Igen, nem keres annyival többet, hogy ez neki ne jelentsen óriási terhet. Éppen ezt mondja, hogy annyival nem keres többet, hogy ez ne jelentsen neki óriási terhet. A mérleg másik oldalán pedig az van, hogy ugye, ezt viszont önök is ismerik ezt az adatot, mert ez rendszeresen szóba kerül, hogy mennyire alacsony a magyarországi átlagfizetés az Európai Unióban, hátulról a másodikak vagyunk, most már csak a bolgárokat előzzük meg. Ami főleg annak fényében meglepő tulajdonképpen, hogy itt Magyarországon ténylegesen történt az elmúlt években egy bérfelzárkóztatási program. Ezt láttuk a minimál bér és a garantált bérminimum kapcsán is. Volt egy ilyen kormányzati szándék, úgy látszik nem sikerült. Van egy ilyen kormányzati szándék, és nem azt mondjuk, hogy már eljutottunk oda, ahova szeretnénk. Tehát mégiscsak 40 évet, ezt én nem így látom. Tehát akkor, amikor 2010-ben az átlagbér kevesebb volt, az átlagos bér kevesebb volt, mint ma a minimálbér, és a 2010-es átlagbér az kevesebb, mint harmadannyi volt, mint most. Úgy is mondhatom, hogy több mint háromszorosára emelkedett az átlagbér 10-12 év alatt, akkor lehet azt mondani, hogy ez semmi, meg hogy ez nem elég. Ezt el is tudom fogadni, sőt, én is így gondolom, tovább kell mennünk. De azt mondani, hogy rossz irányba indultunk, és azzal, hogy meg háromszorozottak az átlagbérek, és ebben még nincs benne a családi adókedvezmény pozitív torzító hatása, mert 2010-ben nem volt családi adókedvezmény, most meg van. Ez egy három gyerekes család esetében nagyon sokat tud pozitív irányban torzítani. Tehát erre azt mondani, hogy visszafele mentünk, azt szerint romlanak az adataink. Akkor lehet, hogy nem mi megyünk visszafelé, hanem azok a versenytársak, akikvel egy pályán vagyunk, szlovákok, románok, ugye a románok GDP-ben is most megelőztek minket, ők előznek azon a pályán, ahol mi korábban előnnyel futottunk. Én azt látom, és szerintem a legfontosabb mérési lehetőség az az, hogy ugye mi hova akarunk fölzárkózni. Amikor a vasfüggönynek a rossz oldalán voltunk sajnos. Jól emlékszem, Ausztriához 2030-ra. Akkor ugye mindig nyugatra néztünk, és azt mondtuk, hogy na mi úgy szeretnénk élni. Ma ez a kép talán már árnyaltabb, mert olyan, tehát megismertük a nyugatot, és talán ott olyan problémák vannak, amivel mi nem szeretnénk szembesülni, de az tény, hogy az a jólét, amit akkor láttunk ott a 90-ben, hát például a migráció által okozott kulturális társadalmi problémák. Szerintem nagyon sokan azt mondják, hogy előbb éljek úgy, mint ők, és aztán majd bajlódunk a migrációval. Ez is igaz, csak azt mondom, hogy most már nem olyan vegytiszta a kép, mint amilyen volt a 90-es évben, vagy azt mondtuk, hogy ott kolbászból van a kerítés, ott minden. És egyébként akkor, mondhatjuk ezt az arany 90-es éveknek, akkor az Európai Unió országában valóban így is volt. De hogy abba az irányba akartunk menni. Éppen ezért szerintem a legfontosabb az, hogy az Európai Unió átlagos fejlettségéhez, vagy mondjuk az Európai Unió átlagos növekedési szintjéhez mi milyen teljesítményt tudunk nyújtani, vagy ahhoz képest milyen teljesítményt. És azt láthatjuk, hogy az elmúlt 12 évben az első egy-két évben volt olyan év, amikor nem tudtuk elérni, de hát akkor mégiscsak egy csődközeli állapotba kellett kihozni Magyarországot, de onnantól kezdve rendszeresen legalább a kétszerese volt a gazdasági növekedés Magyarországon, mint az Európai Uniós átlag volt, amikor háromszorosa. Akkor ez azt jelenti, hogy nagyjából mi jól edzünk, csak a többiek jobban versenyeznek? Hogy egy sport hasonlatot hozzak? Én azt gondolom, hogy van egy egészséges verseny itt a közép-kelet-európai régióban. Egy biztos, hogy a közép-kelet-európai régió valóban növekszik, beleértve magunkat is, dinamikusan, és az a Nyugat-Európa, amit sokszor példaként tekintettünk,
az viszont sokkal kevésbé képes erre. Akkor magyarázzon meg még valamit ezzel kapcsolatban. Azt mondta Orbán Viktor a választási kampányban egy évvel ezelőtt, hogy a magyar gazdaság válságálló, akkor már tartott az ukrán háború, akkor már lehetett tudni, az Európai Unió különböző lépéseket akar tenni, de azt mondta Orbán Viktor, hogy a magyar gazdaság válságálló. Ehhez képest a legmagasabb az infláció ma is, hát most már tartósan hónapok óta Magyarországon az Európai Unióban. Olyan mély repülése volt a forintnak, ami gyakorlatilag a forint történetében példátlan. És azt mondja Matolcsi György, aki Orbán Viktor jobb keze, mint tudjuk, bár most már elmosolyodott, úgyhogy szerintem tudja, hogy mit fogok idézni, hogy az elmúlt 10 év az az elszalasztott lehetőségek évtizede. Ez azért így egy erős csomag, amit most odaraktam. Így van, ugye megint csak azt mondom, hogy én hiszek abban, hogy az emberek a saját élethelyzetükkel kapcsolatban helyesen látnak, jól látnak, jól érzékelnek. És éppen ezért hiszek abban, hogy van egy közbölcsesség, ami egyébként testet ölt országgyűlési választásokban. Oda raktuk azt a kormányzati teljesítményt, gazdaságpolitikát, bérpolitikát, foglalkoztatáspolitikát, családpolitikát az emberek elé, és ők azt mondták, hogy menjünk tovább ezen az úton. Tudja, mi az igazság abban, amit mond? Az igazi nagy igazság, hogy az embereknek oda rakták a félelmet is, hogy mennyi minden baj, nehézség leselkedik rájuk, hogyha nem a Fideszre szavaznak. És abban van a nagy igazsága, hogy az emberek egy jelentős része ezt elhiszi. Tehát elhiszi azt, hogy a Fidesz, az Orbán kormány képes megmenteni, miközben mások lehet, hogy nem képesek. És ez bizony, miközben lehet erre mondani, szoktuk is mondani gyakran, hogy kormányzati propaganda, rengeteg elköltött 100 milliárd, és így tovább, de ez egy nagyon komoly hitelességi tényező. Tehát ha ezt én innen nézem, mindennek dacára, ami ellentmond annak, amit itt most én itt felsoroltam adatot, elhiszik az emberek, hogy igazuk van. Ugye az a kérdés... Az a kérdés ebben, hogy ez az állítás, amit mond, ez fedi a valóságot, vagy sem. Tehát, hogy itt melyik? Az, hogy itt egy felépített, generált, nem valós félelem van. Nem, én ezt nem minősítettem. Én azt mondtam, hogy eléjük tárták azt, hogy gazdasági nehézségek, hogy háborús nehézségek, hogy migrációs problémák, stb. Stb. És az emberek elhiszik, hogy ezekkel szemben nem elhiszik, az Orbán kormány megmenti őket. Szerintem itt a nagy különbség. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a 12 év kormányzati politikájának az egyik alapja az, hogy nem csak, hogy mi őszintén beszélünk Magyarország helyzetéről magyar állampolgárokkal, hanem egyébként a stratégiai kérdésekben nemzeti konzultáció, vagy akár népszavazás keretében ki is kérjük a véleményüket. Ebben hisznek valóban, hogy ez nem csak propaganda, hanem tényleges véleményt kapnak? Mert eldöntendő kérdéseket nem szoktunk kapni. Hát stratégiai kérdésekben, és azt gondolom, mindent lehet vitatni. Magyarországon demokrácia van. Mindent lehet vitatni. De az, hogy egyébként a migráció az egy hihetetlen kihívás az egész európai kontinens számára, az Európai Unió számára. Kétségkívül. Oké. Tehát akkor valós a probléma, vagy sem? A probléma valós, a felvetések a vita alapok lenni. Csak azért, tehát hogy akkor a felvetés valós. Ez egy valós probléma, amivel a valóságban szembesültek a magyarok is 2015-6-7-8 körül. Tehát amikor mi erről beszélünk, akkor nem egy kreált dologgal állnak szembe, hanem a valóság, amit a magyar emberek tapasztalnak. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy a szankciók az egekbe lökték az energiaárakat, akkor ezt egész Európában mindenki megtapasztalja. Majd visszaestek az energiaárak a régi helyükre, nálunk meg ott maradtak, ahol voltak. Tehát igen, tehát hihetetlen sokat spórolt mindenki a rezsicsökkentés fenntartásával. Ez így igaz. De hogy egyébként az energiaválság elmúlt-e vagy sem, és hogy ezt most tulajdonképpen megoldottuk, vagy csak átvészeltünk egy hihetetlen, az átlagosnál sokkal könnyedebb, melegebb telet. Erről energetikai szakértőkkel érdemes beszélni. Én úgy olvasom, hogy azért a többségük azt állítja. Miért mondja Matolcsi György, hogy ez egy elvesztegetett évtized? Ő nagy reményeket fűzött
ez az elmúlt 10 évhez. Ugye ő volt az, aki meghirdette, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát, meg a kanyarban előzünk. Ezek a klasszikus mondások tőle vannak. De erről jegybankelnök urat kell megkérdezni. Még egyszer mondom, hogyha nagy bajban lenne a magyar gazdaság, akkor nem lenne képes olyan fejlődési. Én ott ültem, hallottam az elnök urat, de konkrétumokat azon túl, hogy itt elszalasztott lehetőségek vannak, azon túl nem láttam. Rossz a gazdaság szerkezete, az akkumulátorgyártás egy téves út, stb. Hosszan soroltak. Például az, hogy az akkumulátorgyártás téves út, az egy állítás, ami nincs alátámasztva. Lehet, hogy majd 20-30 év múlva azt fogjuk látni, hogy ez az állítás igaz volt. De ezt nem kellene, ezt megvizsgálni előtte, mielőtt erre letesszük a voksunkat. Hát, tehát, hogy 30 év múlva mit fogunk erről gondolni, az most mindegy. Hát, hogy ne kéne megvizsgálni? Csak azért érdemes a valóságból kiindulni. És a valóság az, hogy az Európai Unióban hoztak egy döntést. A világban is van egy tendencia a gazdaság modernizációját tekintve. És ez meg, ami az energia részét érint, az elektrifikáció, hogy egyre több villamos energiát használunk. Ha na, villamos energiát nincs saját. Tárolni kell, ahhoz meg akkumulátor kell. De ez akkor lenne jó, hogyha nálunk hatalmas vízesések lennének, amik gyakorlatilag hakik. Vagy lenne Paks 2 blokk már működne, mert az képes az energiát termelni, és még több napelem parkot tudnánk építeni, mert egyébként hihetetlenül dinamikusan fejlődik. És azt gondolom, hogy elektromos áram tekintetében, hogyha van Paks 2, és az Paks 1-jel együtt tud működni, és ehhez egyébként még kapcsolódik a megújuló, nagyrészt nap, kisrészt szélenergia, akkor villamos áramban függetleníteni tudjuk magunkat a világpiaci folyamoktól, ami óriási eredmény, mert ez az egész energiaválság arra világított rá, hogy a függetlenség, az energiafüggetlenség az mindennél többet ér. Az a legfontosabb aranytartalék. Ha kormányt kérdezzük bármiről, akkor a függetlenség mindig mindennél többet ér. Tehát az Unió, a NATO és bármi kapcsán is ezek a viták zajlanak. És ha már itt tartunk, külpolitikai értelemben is sikeresnek tekinti az elmúlt 10 évet? Mert hogy ha ezt most elkezdjük sorolni, mi lett a V4-je, most lehetett az elmúlt napokban a lengyel nagykövet mondatait olvasni, hallani, gondolom találkozott vele, hogy milyen módon reagálnak a lengyelek arra, hogy például Szijjártó Péter Moszkvába látogat, nem egyszer, nem kétszer, hogy ide jön a fehér orosz külügyminiszter, akit sehol Európában nem fogadnak, hogy a NATO-val milyen vitáink vannak, hogy az Európai Unióval milyen vitáink vannak, és most már az Egyesült Államokkal is milyen, akkor ez azért nagyjából leírja azt, hogy ez inkább egy külpolitikai álmokfutásnak tűnik, mint a barátok okos kezelésének. Igen, de hogyha visszamegy 4-5 évvel ezelőtt, és mondjuk az akkori V4-es hangulatot nézi meg, vagy a V4-es kapcsolatok intenzitását, akkor most pont ennek az állításnak az ellenkezőjét... De nyilván ez, nem véletlenül van annak vége. Itt ebben van közöttünk vita. Én azt gondolom, hogy a V4-es kapcsolatrendszer, hogyha most konkrétan erről beszélünk, annak az intenzitása természetesen változó. És most van egy alapvető helyzet. Az, hogy a szomszédunkban van egy háború. És ebben egyébként a V4-es országok maguk is megosztottak, mert a többsége másként gondolja a háborút, mindenki. Így van, a háborút lezárni, mint ahogy mi azt mondjuk, hogy minél hamarabb béke, ők azt mondják, hogy ezt a háborút úgy lehet lezárni, hogyha valaki győz ebben a háborúban. Szerintünk egy másképp még háború nem, nem nagyon zárult, tehát hogy valaki a végén felülkerekedik, és ő diktálja a békekötés feltételét, ez így szokott történni. Minden más esetben látjuk Észak és Dél-Korea között, mi van most már 60 éve. Igen, én nem vagyok benne biztos, hogy az európai országok úgy fogják föl, hogy a második világháború, vagy akár az első világháború is bárki is nyert volna. Óriási emberveszteségek voltak, és mindenki hát de volt egy győztes hatalom. Most nekünk, magyaroknak pont nem kell elmondani azt, hogy a győztes hatalmak mit tudnak a vesztesekkel művelni. Pontosan ezért mondjuk azt, hogy tűzszünet kell, és béke, tárgyalás kell. Tehát azt akarom csak mondani, V4-ek, tehát hogy a kapcsolat intenzitása az változó, de külpolitika általánosságban, mégiscsak ez a kérdés. Itt is csak egy, ha
annyira elszigeteltek lennénk, akkor a jóisten földi helytartó egyébként nem jönnék ide egy-két hét múlva, de hogyha annyira elszigeteltek lennénk, akkor például a külföldi tőke beáramlásában nem lenne Magyarország az elmúlt 10 évben ott a top 5-ben Európában. Éppen ezért nem aggasztó az a helyzet, amiben most vagyunk. Pont ezért. Hogy akkor, olyan vitáink vannak, amik megkérdőjelezik akkor a lenne hosszú aggasztó, távú befektetéseket. Akkor vitáink az Európai Unióval mindig is voltak, ahogy egyébként más tagországoknak is vannak. Hát nézzük meg, hogy például beszéltünk az akkumulátor gyártásról, éppen most kezdett egy eddig korábban nem látott vitába Németország és az Európai Unió. Az Európai Unióban hoztak egy döntést, hogy 2035 után csak elektromos autót lehet gyártani, és ezt egyébként akkor a németek sem ellenézték. Most meg a döntés után azt mondják, hogy gyerekek, inkább fújjunk mégis hát, visszavonulót. Az autógyárak erősek, mint tudjuk. No, csak azért mondom, tehát viták mindenhol vannak. Vitáink az elmúlt években is voltak, szövetségeseinkkel, partnereinkkel. De ez a külföldi tőke beáramlását, az FDI mértékét egyetlenem befolyásolja, ahogy most sem. Ez minősíti azt, hogy gondolnak ránk, hogy néznek ránk, hogy hova hívják el Orbán Viktort, hogy kivel tud tárgyalni Szijjártó Péter, hogy az amerikaiakkal tárgyalna, de visszautasítják méghozzá, hát nem túl barátságos hangvételben. Tehát ezt ugye ő maga emlékszik Bill Clinton, ugye elhíresült mondaná, hogy it's economy stupid, tehát hogy igen, a gazdasági realitás azért sok mindent megmutat, ott azért feketén-fehéren lehet olvasni a politikában sokszor nehezen eligazodó sorok között. Tehát a befektetők gazdasági racionalitás alapján döntenek. Jó annak az országnak a gazdasági környezete, adózási szabályai, vagy nem jó. Nekem ez megéri-e idejönni, van-e ott felkészült munkaerő, vagy nincs. És az FDI azt mutatja meg, hogy Magyarországra a befektetők úgy tekintenek, hogy ez egy nagyon jó befektetési célpont. A távol-keleti befektetők például úgy tekintenek ránk, azt mondják, hogy mi azért vagyunk annyira jó befektetési helyszín, mert hogy az Európai Unió része vagyunk, és olcsó a munkaerő. Ebből sajnos a második az tartós, az elsőben pedig reménykedünk, hogy tartós. Nem marad. Tartós, mert beszéltünk arról, hogy micsoda... Hát euróban kifejezve azért, lássuk be, többet fizetnek mondjuk egy német munkásnak, vagy egy franciának, mint egy magyarnak, de az értékünket veszítjük, ha kikerülünk az Európai Unióból. Ezt gondolom a politikájukban érvényesítik, és tudják önök is. Hogyne, csak én tényleg azért unom már kicsit ez a majd most a Fidesz-KDNP kilépteti az Unióból Magyarországot, mert ezt már 12 éve halljuk. Unalmas már nagyon. Tehát Gyurcsány Ferenc szájából 18 ezerszer hallottuk ezt, mert na most akkor holnap ez meg lesz. Hát de hallottuk meg ezt már uniós politikusok szájából is egyszerűen, hogyha magyarok mennének. És meg lett? Nem, de nem hangzik és jól. És ez realitás? Azt ön mondja meg. Nem realitás. Nem realitás. Akkor sem, hogy nem olyan volt élesek öt évvel ezelőtt és se olyan hangvételűek a vitáink az Európai Unió különböző szervezeteivel, vagy magával a bizottsággal és a tanáccsal, mint amilyenek? Akkor sem. Nekünk itt van a helyünk. Még akkor is, hogyha vitáink vannak, még akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy az Európai Unió intézményrendszere nem jól működik, még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy Európa maga, nem az uniós intézményrendszer, Európa maga kudarcra halmoz. A 2008-9-es válság óta nem volt olyan válság, már pedig sajnos, bár csak 10-12 évről van szó, jó néhány válságot át kellett élnünk, és egyiket sem kezelte megfelelően. Az Európai Unió nem segített a tagállamoknak, inkább csak nehezített a dolgát. Igen, ennek ellenére is azt gondoljuk, hogy egy ilyen globalizált világban, ha az európai országok nem működnek együtt, akkor esélyük sincs fölvenni a versenyt azokkal a nagy globális versenytársakkal, akiket úgy hívnak, hogy Kína, most már India, meg az Amerikai Egyesült Államok. Csak az európai együttműködésnek úgy kéne működnie, ahogy azt egyébként a kereszténydemokrata alapítóatyák kitalálták. Működjünk együtt ott, ahol kell, ahol van értelme, ahol tudunk, ahol meg nem, ott tartsuk tiszteletben egymás véleményét. És jó napot kívánok! De most nem ezt látjuk, mint hogyha fordítva ülnénk a lovon, nem az Európai Unió
szolgálja ki a tagállamokat, hanem most már, mint a tagállamoknak kéne kiszolgálni Brüsszelt. Hát ez ugye, ha ez egy nagy közösség, akkor ez kölcsönös, tehát az unió szolgálja a tagállamokat, a tagállamok meg az uniót. Ez így kölcsönös. Ez egy szervezet. Az unió mi vagyunk. Tehát az unió a magyarért, a németért, a franciáért jött létre. Azt nem kell szolgálni, annak kell kiszolgálni a tagállamokat. Itt az Európai Egyesült Államok, az Európai Birodalom, amit például a Gyurcsány Ferencék is vizionálnak, az ezért nem működőképes. Hát ezt mondták az Amerikai Egyesült Államokra is, amikor elkezdett összeszerveződni sok állam közösségében. Hát, szerintem egyfajta állammá. Annyi különbség van, hogy ezt a párhuzamot nem is érdemes elkezdeni boncolgatni, mert... Csak azt mondtam, hogy ezt annyi mindenre mondták, még az Egyesült Államokra is hajdanában, hogy ez reménytelen. Igen, csak ezek sose fognak tudni együtt. Ugyanakkor van egy európai tapasztalat az elmúlt 12 évből. Minél több Európai Unió, annál nagyobb gond, és annál inkább diszfunkcionálisan működik az Unió. De még egyszer mondom, ennek ellenére természetesen nekünk, a vitáink ellen is itt a helyünk. Azt szokták mondani, hogy a diplomáciát az nem az érzelmek világa, ott a haszonelvűség érvényesül elsősorban. Ehhez képest most, minthogyha lenne egyfajta érzelmi sértettség az Egyesült Államokban, nem tudom, hogy ezt önök mennyire így tapasztalják. Ugye volt egy frakcióülés, a közös frakcióülésük a Fidesz-KDNP, és ott Orbán Viktor ellenséget vagy ellenfelet nevezett meg hármat is, ezt nem tudom pontosan, mert az egyik forrás így, a másik úgy fogalmaz, ön majd talán tudja, mert ott ült. És ez a három az Egyesült Államok kormánya, Gyurcsány Ferenc és Soros György némiképp leegyszerűsítve, ezek jobban körülírt, tágabb fogalmak voltak. Így volt? A miniszterelnök úr egyébként többször is beszélt nyilvánosan arról, hogy ma a világot az orosz-ukrán háború határozza meg. És ebben a tekintetben valóban vannak olyanok, akik minket bele akarnak kényszeríteni egy háborúpárti álláspontba. És ez a három önáltal is felsorolt szereplő azok közé tartozik, akik azt akarják elérni, hogy Magyarország változtasson az álláspontján, és ne békepárti, hanem háborúpárti legyen. Nem a békepárti helyett az üzleti szellemüt kellene használnunk? Tehát amikor kimegy Szijjártó Péter a Gazprommal, meg a Rosatommal tárgyalni, miközben Moszkva gyakorlatilag az uniós politikusok számára egy embargós övezet, akkor az úgy tűnik, hogy nem a békepártján állunk, hanem a zsebünk pártján. Nem a Magyar Nemzeti Érdekpártján állunk. Tehát van egy földrajzi, fizikai valóság. De hát a többieknek is van. A lengyeleknek is van, a szlovákoknak, a cseheknek, bolgároknak még inkább. Igen, és a csehek és a szlovákok is azért tudnak működni, a gazdaságok azért működtethető, mert egyébként a magyar kormányfő kiharcolt mentességeket a szankciókkal kapcsolatban, ami az orosz energia. Én ezt értem, de ugye ez illeti. Két különböző dolog. De a helyzet az, tehát magyarul van egy gazdasági valóság, a magyar gazdaság, a magyar munkahelyek, magyar emberek, magyar családok munkahelyi akkor menthetők meg, akkor tarthatók meg, hogyha a magyar gazdaság működni tud. Ahhoz pedig energia kell. És bár nagyon sokat tettünk az energia függetlenségért, de még mindig van egy függésünk. Éppen ezt akarjuk egyébként megszüntetni. Ebben az irányba teszünk lépéseket, nem, úgy, hogy minél több helyről tudjunk beszerezni energiát, mert annál kevésbé lesz az egyirányú a függésünk. Ezért építettünk minden szomszédos ország irányába vezetékeket, hogy legyen csatlakozás, interkonnektorokat, ahogy szokták mondani. Tehát ez a folyamat zajlik. De a háború kérdése az teljesen egyértelmű. Tehát az a lényeg, hogy minél hamarabb béke legyen. Egyébként zárójelben mondom, egyébként hogy ez így van. Meggyőződésem, nem mindegy, milyen meggyőződésem, hogy gazdasági értelemben is, nem csak erkölcsileg, hanem gazdaságilag is. Mert hogyha ennek a háborúnak most azonnal egy tűzszünettel vége lenne, biztos lehetne benne, hogy a gazdaság, a világgazdaság egésze is új erőre tudna látja kapni. Látja azt a helyzetet, hogy az elfoglalt területekről egy tűzszünet mentén megállapodva kivonul Oroszország? Ott hagyja Ukrajna elfoglalt 18-20%-át? Vagy látja-e az ukránok, ideig én nem látok, én egy dolgot látok. Hogy legyen a tiétek, csak legyen béke, de vigyétek az ország ötödét. Ideig nem látok, én odáig látok,
hogyha van kellő akarat a világpolitika alakítóiban, akkor azt meg tudják tenni, hogy azt mondják, hogy tegyétek le a fegyvert, és üljetek tárgyalóasztalhoz. Hogy annak mi lesz a vége, az a két forgatókönyv közül melyik, amit ő mond, az egy másik kérdés. A tárgyalóasztalnál valószínűleg egyébként nem egy-két két. De nem kéne két hozzátennünk a hitelesség kedvére egy ilyen mondatot? Hogyha a magyar kormány állandóan arról beszél, hogy legyen béke, igen, ezzel szerintem minden épeszű ember a világon egyetért. De hát tényleg, az a helyzet, hogy... minden épeszű ember, hát ki akar háborút maga körül? Hát de nem azt kéne hozzátenni, hogy hogyan? Hát de az amerikai külügyminiszter, hát talán ön is láthatta húsvét előtt egyébként. Hát azt mondta, hogy most még nem időszerű erről beszélni. Hát amikor nyilván, ő azt mondja, hogy nyilván, mindenki amikor, békét akar... Amikor a 20%-et elfoglalták Ukrajnának, azt nem lehet úgy hagyni. De, gondolom, erről van szó. De nem akarom lefordítani az amerikai miniszterét. Itt van a megközelítésbeli különbség. Ő azt mondja, hogy most még a háborút akár még fokozni is kell. Mert nyilvánvaló egyébként egy kontinens meg egy óceán választja el Amerikát Ukrajnától, meg ettől a térségtől. Nekik ez egy világhatalmi játszma. A békét a saktáblán szolgálja? Egy, de nekünk a szomszédunk, tehát azért gondolom, hogy teljesen más a megközelítésünk, és mivel mi a szomszédban vagyunk, meg azt mondjuk, hogy a legfontosabb, hogy béke legyen most, tűzszünet azonnal. Ezt mennyiben szolgálja a fehér orosz külügyminiszter Budapesten? Teljesen függ, minden független ettől. Nekünk az az érdekünk, hogy minél hamarabb tűzszünet legyen. Ez nem két kérdés, mert ez ugye ez egy csomag. Tehát, hogy mást hirdet a magyar kormány az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, mint az Európai Unió, meg az Euróatlanti Szövetség elsöprő része. Magyarország az egyetlen hely, ahol a fehér orosz külügyminiszter el tud utazni az Európai Unióban. Szijjártó Péter az egyetlen külügyminiszter, aki elmegy Moszkvába találkozni az orosz külügyminiszterrel. Tehát, hogy ez így egy csomag. Ezt nem lehet külön tekinteni. Ebben nem értek egyet. Azt gondolom, hogy az, hogy Paks beruházásáról a Rosszatommal egyeztetünk, és hogy egyébként amellett azt mondjuk a háborúzó feleknek, amelyben mi is kimondtuk a békepárti határozatunkban, hogy Oroszország az agresszor, hogy a háborúzó feleknek, hogy minél hamarabb legyen tűzszünet, ez a kettő, ez nem kibékíthetetlen egymással a diplomáciában. Van, akik szerint igen, ezt akarják elhittetni, de véleményünk szerint nem. Tehát lehet úgy követelni, kérni mindenkitől a tűzszünetet, hogy egyébként közben azt mondjuk, hogy igen, mi szeretnénk egy atomerőművet építeni, pont annak érdekében, hogy az energia függőségünk csökkenjen, és hát vannak adottságok, az első paksi blokkot is oroszok építették, úgyhogy ebben az oroszokkal működünk együtt. Ez a kettő megfér egymás mellett. Azt mondta Gulyás Gergely a svéd NATO csatlakozás kapcsán, hogy a svédek találják ki, hogy hogyan lehet kiengesztelni a magyar politikát. És ő meg azt mondta, hogy meg kell tenniük azokat a lépéseket, amik elvárhatók az előzmények alapján. Talán nagyjából pontosan is idéztem. Mik ezek, amiket meg kell tenniük a svédeknek egy NATO csatlakozáshoz? Vagy nem az történik-e igazából, hogy mi a törökök igényére várunk? Nem ez történik. Hát az a helyzet, hogyha nekem otthon elfogy a liszt, és átmegyek a szomszédtól kérni, akkor tán nem úgy kezdek, hogy mondjuk berúgom az ajtót, vagy mondjuk elkezdem dobálni kővel az ablakot, és azt talán be is törik. Vagy ha így is kezdem, akkor legalább valami épeszű magyarázatot adok arra, hogy mindezt miért tettem. Hát te volt kint fideszes delegáció Svédországban, a legnagyobb megelégedéssel jöttek haza. Nem oszlatták el az aggályainkat. Én azt gondolom most egészen konkrétan, 12 évig ment a magyar demokrácia, és ezzel egyébként a magyar emberek semmibe vétele svéd politikusok részéről. Tehát versenyt űztek abból, hogy a magyar demokráciát szidják, semmibe vegyék. Ezzel egyébként a magyar emberek demokratikus választás. Nem volt róla választás. Joguk van hozzá? Hát abszolút jók van, csak hogyha szívességet akarnak tőlünk kérni, akkor azt gondolom, hogy ezeket a véleménykülönbségeket rendezni kell. Szívességet kérnek tőlünk, úgy gondolja? Ebben a tekintetben
azt gondolom, hogy most a svédeknél pattog a labda. De tehát a svédek szeretnék... NATO csatlakozása az miért Magyarországgal kapcsolatos és Magyarországtól történő szívességkérés? Ugye mi a NATO tagjai vagyunk. Az összes NATO tagállam azt mondja, hogy igen, kellenek a svédek, szükségesek a svédek, és a svédeknek is szükségük van a NATO-ra. Ez az utóbbi félmondat adja az alapját ahhoz, hogy most így lépjünk föl? Hát az a helyzet, hogy megint az alapvető kérdés, hogy kinek a szempontjait nézzük. A NATO szempontjait nézzük-e, vagy a sajátunkét? A kettő más? Ebben a tekintetben mi a magyar érdeket nézzük. És az szerintem... miért magyar érdek, hogy a svédek ne legyenek NATO tagok? Vagy úgyis azok nem lesznek az a végén, érdek. Nem hanem az a hogy később legyenek. Nem az a magyar érdek. Az a magyar érdek, hogy egy szövetséges az ne viselkedjen úgy, mint ahogy tette. Tehát de ezt most elmondják egyszerűen, a svédek is ránk. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy több tiszteletet Magyarországnak, Svédország részéről. Ezt mondják és a svédek is most valószínűleg a saját szemszögükből joggal. Hogy egy szövetséges hogy viselkedhet velük így? Hát de hogy? Tehát 12 évig a lábukat törölték belénk. Ezt ön így élte meg? Hát olvast azokat a nyilatkozatokat? Hát olvasok én mindenfélét, a magyar kormány nyilatkozatait is olvasom mondjuk az amerikairól. De hát bocsánat, mi az elmúlt 12 évben semmilyen véleményt nem fogalmaztunk meg, olyan tiszteletlen véleményt. No-go-zónákról lehetett olvasni, a borzalmas svédországi körülményekről lehetett hallani. Újságok mit írnak, de tőlünk hallott-e? Szerintem kormányinfón is hallottunk a svéd no-go-zónákról. Hallott-e? Igen, ha volt is ilyen, akkor biztos vagyok benne, hogy azzal, hogy egyébként Svédország mit csinál, beengedi a bevándorlók, az a saját ügye. Mi abban nem kívánunk beleszólni. Soha nem gondoltuk, hogy nekünk az lenne a feladatunk, hogy véleményezzük a svéd demokrácia állapotát, vagy a svéd társadalom összetételét. De az egész Európai Uniónak ez vagy a svéd választások eredmények. Tehát az egész Európai Unióval haragban leszünk a végén. Az magának az Uniónak van baja a magyar igazságszolgáltatás helyzetével. Mondok egy egyszerű példát. Ön mit gondolna, mit tudom én, holland polgárként, ha azt hallja, hogy van egy bírósági ítélet, aminek alapján ki kell adni bizonyos dokumentumokat, ezeket a dokumentumokat nem adják ki, utána egy bírósági végrehajtás van egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, és azokat a dokumentumokat ezután sem adják ki. Az az igazságszolgáltatás hogy működik? Ugye ez a Felcsúti Futballakadémia TAO támogatásáról szóló dokumentum. Adok egy másik perspektívát. Ön szerint mi lenne akkor, mit szólna ahhoz mondjuk egy... nem nettó befizető országot akarok mondani, egy cseh, vagy egy szlovák, vagy egy lengyel állampolgár, hogyha meghallaná, hogy az országukból teljesen minden milyen pártállású politikus azt mondja, hogy ők aktívan dolgoztak azért, hogy ilyen politikai mondva csinált feltételeket teremtsenek Brüsszelben, ami jogi köntösbe van bújtatva, annak érdekében, hogy a lengyelek, a lengyel gazdaság, a lengyel vállalkozások ne kapják meg a nekik járó forrásokat. Ön szerint Lengyelországban egy ilyen esetben mi lett volna? És most ön szerint a svédek mit gondolnak ugyanerről velünk kapcsolatban? Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy Magyarországon ez megtörténik, az hihetetlenül felháborító. Tehát amikor ön igazságügyi reformról beszél, meg hogy az egész... Erről nem beszéltem, de bocsánat, szót se szóltam. Azt mondta, hogy az igazságügyi mit gondolnak az egész az Európai Uniónak polgár, baja aki van. Meghallja, hogy... Nem, az egész miért Európai nincs? Unió... Hát az Európai Bizottsággal, az Európai Tanáccsal hetek, hónapok óta Navracsis Tibor és Varga Judit ezen vitatkozik. No, de szerkesztő, az volt a kormány álláspontja, hogy oké, tisztelt brüsszeli bürokraták, nektek problémátok van velünk. Akkor most kérlek titeket, tegyetek mindent az asztalra. Nem tettek? Mondjátok meg, hogy mi a probléma. De most mit kérnek számon, ha nem tették meg? Na, bocsánat. És ők akkor letettek az asztalra egy javaslatcsomagot, amiben ugye 17 pont szerepelt. Szerepelt köztük az igazságszolgáltatással kapcsolatos probléma? Szerepelt? Igen. Nem. Dehogy nem. Nem. Nem szerepelt. A 17 nem szerepelt. Úgynevezett mérföldkő egyike az volt, hogy például a bírói tanács kinevezési gyakorlata, hogy például... Nem. De. A 17 feltételben nem szerepelt. Ahogy az sem szerepelt, hogy egyébként a közérdekű vagyonkezelő nem tudom, itt van, alapítványokkal kapcsolatos aggodalmaik vannak, hogy
az nem volt meg. Az valóban nem volt. A kinevezési gyakorlata kapcsolatban volt megjegyzésük. Nem volt aggályuk. Azt mondták, hogy akkor most, amiket mi végrehajtottunk, az rendben van. Igen. És aztán hogy nem, előkerültek újabb és újabb feltételek. És én nem csodálkoznék azon, hogyha egyébként az igazságügyi rendszer átalakításával kapcsolatos egyeztetéseket elvégezte a kormány, teszem hozzá, kodifikált, tehát kész törvénytervezet ott van Brüsszel asztalán, és valahogy nem akaródzik neki válaszolni. Tehát elvárják tőlünk, hogy mi minél hamarabb oldjunk meg mindent, de ők meg egyébként nagyon lassan véleményezik ezeket áldozatok vagyunk, a dokumentumokat. Én csak azt mondom, hogy nagyon úgy tűnik, hogy Brüsszel ebben a helyzetben visszaél a hatalmával. Tehát packázik velünk, ha úgy tetszik. Tehát mi korrekt módon azt mondjuk, hogy mondjátok el, hogy mi a probléma. A másik, aztán a mindig másik jönnek újak és újak. Nem? Hát ezt tőlük kérdezem. De mi az ön véleménye? De miért mindig mi? De lehet, hogy ott van a megoldás, amit Gyurcsány Ferenc mondott ugyebben a elhíresült rádióinterjújában, hogy ők dolgoznak Brüsszellel szövetségesként ilyen azon. Ilyen ereje van Gyurcsány Ferencnek? Úgy látszik, nagyon jó brüsszeli kapcsolatokkal rendelkezik, és ebben van egy közös céljuk. De akkor az, hogy megakadályozzák, de ez akkor a kormány problémája. A kormánynak miért nincsenek ilyen jó brüsszeli kapcsolatai? Ez tehát Gyurcsány Ferenc hogy tud elérni valamit a magyar kormányra szemben? Alapvetően szerintem demokratikus probléma. Tehát, hogy Gyurcsány Ferenc, aki azt a nevet adta a pártjának, hogy demokratikus koalíció, demokratikusnak tartja-e azt, hogy a magyar emberek az ő akarata ellenére, de a Fidesz-KDNP-t felhatalmazzák arra, hogy a kormányzati felelősséget és mindent, ami ezzel együtt jár, azt vállalja. És utána a demokratikusan megválasztott kormányt megkerülve, ahogy Gyurcsány Ferenc mondta, mi voltunk ott, tehát titkos tárgyalásokat folytat Brüsszellel, annak azért, hogy a kormánnyal a Brüsszel biztos, hogy ne egyezzen hát meg. Hiszem, mert mindig titkosnak kell lenni annak a tárgyalásnak, vannak európai parlamenti képviselői, bejárásuk van különböző helyekre. Akkor ez valószínűleg teljesen normális módon nevezze, ahogy akarja. De hát 2007-ben Orbán Viktor ugyanezt kérte az Európai Uniótól, hogy addig, ameddig bizonyos dolgok nem történnek meg a magyar kormányzással kapcsolatban, addig ne folyósítsanak pénzt a magyar kormánynak. Egy aprócska különbség van a magyar politika történetben precedens. Egy aprócska különbség azért volt. Hogy talán nem is aprócska. Mire gondol? Hát összödre. Hát akkor a magyar miniszterelnök akkor bevallotta, hogy ők átverték a magyar embereket, és hazudtak másfél évig. De ilyen a magyar politikában az elmúlt 12-13 évben nem történt? De, bocsánat, de nem, ezt mondom. Nem történt olyan, ami nem úgy lett, mint ahogy volt? Ne haragudj, tehát ne kezdjük. Tehát Abba nem tudok partnerelni, hogy összödöt relativizáljuk. Én csak arra próbálok most utalni, hogy felnőtt egy olyan generáció, amely 2006-ban született, és jövőre először választ. Tehát és akkor ezért felejtsük először. Nem kell elfelejteni, de most annak nincsen értelme, hogy erre visszautalgassunk, hogy mi történt 2010 hát előtt. Ön utat vissza most, hogy mi történt 2007-ben. Hát, mert hogy felháborítónak gondolja, hogy Gyurcsány Ferencnek ilyen kapcsolatai vannak. Csak azt mondom, hogy ebben volt egy aprócska különbség, összöd, hogy akkor a megválasztott miniszterelnök árulta el azt, hogy, és ő maga mondta, tehát nem, ő maga mondta, hogy becsaptuk a választókat, hazugsággal nyertünk választást. Hát ez minden csak nem demokratikus. Tehát az egy olyan új helyzetet eredményezett. Kétség kívül érdekes kérdéseket vett fel. Népi elégedetlenséget okozott, és egy olyan demokratikus, demokrácia deficitet okozott, hát hiszen ezzel megcsúfolta a demokrácia legfontosabb intézményét, kint a választást. Kint vagyunk ebből a demokrácia deficitből? Én azt gondolom, hogy kint vagyunk, mert ma Magyarországon választanak az emberek, és tőlünk egészen biztosan megtudhatják, hogy mik a szándékaink. A baloldal én úgy látom, hogy nem nagyon tanult a hibájából, mert talán ön is emlékszik még Kunhalmi Ágnes elhíresült mondatára, még 18 talán, hogy majd megnyerjük a választást, és utána majd megmondjuk, hogy mit szeretnénk csinálni. Tehát ez a baloldali stratégia. Hát az sem egy komoly üzenet, hogy folytatjuk, de nyilván... Hát dehogy nem, mert az emberek tudják, hogy mit folytatunk. Mindenki gondol, amire akar. Hát de az emberek tudják, hogy mit folytatunk, mert megtapasztalhatnak. Ügyes, arra gondolsz, amire akarsz. Azt mondja Navracsics Tibor, hogy ha nem lesznek itt az uniós pénzek, akkor a 2030-as vágyai a magyar kormánynak és neki személyesen is nem valósulnak meg. Mi
szerint is az öt legélhetőbb ország egyike legyünk. Ez azt mutatja, hogy azért az nem egészen úgy van, mint hogy azt korábban hallottuk, hogy mi az uniós források nélkül is köszönjük szépen, jól megvagyunk. Tehát érdekeltek vagyunk abban, hogy ezek a források megjöjjenek, éppen ezért bár Brüsszel azért egyre nyilvánvalóbb, hogy visszaél a hatalmával, mi, ami nem ellenkezik a nemzeti érdekkel, tehát hogyha most éppen az OBT hatáskörét akarja farigcsálni Brüsszel, mert nem tudom, hogy mi köze hozzá, meg milyen információi vannak arra, hogy az OBT meg az OBH közötti viszonyrendszer milyen, de hogyha ezt szeretné, ám legyen, vagy hogyha most már csak nem haladunk, látszólag nem haladunk. De ki miatt nem haladunk? Ők azt mondják, hogy a magyar kormány miatt. Mikor, nyilván mikor a magyar kormány. De azt, bocsánat, mi, várják, ki várják az anyagokat, március hát 31-ig kellett volna a parlamentnek elfogadnia a csomó módosítást, ami nem történt meg. De miért nem? Hát miért nem? Azért, mert mi elküldtük a javaslatcsomagunkat, és csak úgy tudunk, csak úgy fog a kormány nagyon helyesen, felelősségteljesen jár el, csak akkor nyújt be törvényjavaslatot az országgyűléshez, hogy mi el tudjuk fogadni, hogyha az a törvényjavaslat bírja a bizottsági jóváhagyást. Mindent megtettünk, amit kértek ezekben a törvényjavaslatokban? Mindent. Ott, itt, szakértői szinten minden le lett egyeztetve. Ott hát van Brüsszel asztalán. Várjuk a jó reménnyel, hogy valami történik. Mi lesz a KDNP-vel a 2024-es választás után, maradnak a néppártban? Hogy látja? Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy talán a KDNP-s jelenlét az az utolsó szalmaszál, amiben belekapaszkodunk, hogy az Európai Néppártot vissza lehet terelni a régi irányba, hogy abból egy markáns, valódi kereszténydemokrata európai formáció legyen. Nem sok esélye van ennek, de hogyha egy pici is van, ezt tükrözi tulajdonképpen, ezt szimbolizálja a Fidesz-KDNP-ből a KDNP-s jelenlét az Európai Néppártban, akkor benn marad. Az is elképzelhető, hogy egyedül nekivágnak a választásnak? Az európai parlamenti választásban a Fidesz és a KDNP szövetségben fog indulni. Köszönöm, hogy itt volt. Tehát ennyit ritkán van lehetőségünk beszélgetni, úgyhogy én nagyon örültem neki. Úgy szintén is köszönöm a meghívást. Hollik István volt a vendégünk, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva jelenik meg a következő beszélgetés a konkrétan sorozatban. Akkor is várom önöket, viszontlátásra.